Készíthetünk egy riportot az ukrán menekültek ellátásáról. Azt láttuk, hogy a civil segítők munkája sokkal színvonalasabb és emberségesebb is, mint az állami, pedig az utóbbiban elvileg milliárdok vannak. Ironikus módon a civilek minden adománnyal elszámolnak, a miniszterelnökség viszont titkolózik. Demeter Szilárdról írtunk hónapokon keresztül. Végül aztán személyesen is sikerült őt meginterjúvolni, kifejezetten barátságosan ült lebeszélgetni, és azt állítja, hogy megpróbál szakmai munkát végezni. De közben azért nálunk is elmondta, hogy ő kifejezetten Orbán Viktor katonájának tartja magát, és hogy a magyar irodalom 80%-át kukázna. Mert tudjuk, hogy ez nem fogja az inger küszöbet átvinni. Ahhoz a pénzhez semmi jogom nincs. Volt egy eset, amikor kiszivárogtak titkos kormányhatározatok, de miközben dolgozunk, már tudtuk, hogy nem fogják ezt annyian olvasni, mert megint csak arról van szó, ami minden hónapban megtörténik. Az alapítványoknak adott pénz elveszíti közvagyon jellegét. Hogy ismét állami milliárdokat adtak Fidesz közeli társaságoknak. Elvesztettek közpénz jellegét, közpénz jellegét, közpénz jellegét.